húzni. Igen. Tulajdonképpen mi már elkezdtük a beszélgetést, amelynek az volt az apropója, hogy lám-lám, ugye, mint az Aszúval kapcsolatban elmondtuk, azért a külföld időnként tudja értékelni azt, ami nagyon a miénk és nagyon magyar, de vannak nekünk zseniális kutyáink is, amelyek igazi magyar fajtának számítanak. Sorba megyek, köszöntöm a stúdióban Novecki Katalint, aki magyar vizslát hozott, drótszőrűt és nem drótszőrűt, az egyiküket Cserfesnek, a másikukat Huncutnak hívták, és Huncut az Huncut is egyébként, ahogy elnézem, az zseniális, mekkora zsivány. És köszöntöm Págány Tamást, aki magyar agártenyésztő, és itt van velünk, neki az a neve, hogy Repülj erre. Így van. Gyönyörű neve van, de ő nem néz rám. És aztán pedig egy erdélyi kopó is itt van velünk, ősi vadász szintén aszú. Kovács Jánost köszöntöm, jó reggelt kívánok. Nem tudjuk valahogy behozni őt a képbe, bár nem, mert közben én ugyan nem látom, de Adret látják. Igen. Kezdjük akkor a bemutatás sorrendjébe. Én azt gondolom, hogy itthon a magyar vizslának van becsülete. Ez így van, vagy alulértékelt azért ő is? Nem egészen, van becsülete. Én azt gondolom, hogy elsősorban ugye mivel vadászkutyáról van szó, tehát a vadászok nagyon szeretik ezt a fajtát. Talán az időjárási viszontagságoknak jobban ellenálló drótszőrű magyar vizslát jobban előnybe részesítik, de mivel kezelhető, simulékony fajtáról van szó, ezért nagyon szeretik a magyar vizslát. Hál' Istennek azért más irányban is mozog a fajta. Tehát így az egyéb kutyás sportok, terápiás kutyások is már használják a magyar vizslát, pontosan emiatt a simulékonyság, a kezelhetőség. Elképesztő egyébként, hogy hogy reagálnak a dologra, csak egy kicsit jobban ránéztem a Cserfesre, és azonnal láttam az arcán, hogy már figyel, hogy miről akarok vele beszélni. Tündér szépek, határon túl mennyire értékelik a képességeiket? Valójában ugye világon a vizsla szó az a rövidszőrű magyar vizslát jelenti. Tehát az egyéb vizslafajtákat már másképp hívják. Elsősorban itt is a vadászati tulajdonságaik miatt kerültek előtérbe. Aztán hát ugye az egyéb ilyen kiállítási só vonalú kutyusok is megjelentek. Népszerűek, főleg Amerikában, Angliában egyre népszerűbb a rövidszőrű magyar vizsla. És azt én jól látom, hogy ők barátságosak, mert például ugye a stúdióban láttuk, hogy próbáltunk az erdélyi kopóval, aszúval is szót váltani, és ő egy kemény válasfajta, tehát ő rögtön jelezte nekünk a távolságtartást, hogy szimpatikusak vagytok, fiúk, de azért ácsi. Tehát ő jobban meghúzza a határokat. Bizalmatlan inkább. De hogy ez egyébként mitől függ? Tehát az, hogy például ő ugye olyan vidékről származik, ahol azért keményebb az élet, az ő természetében például benne van? Igen. Tehát annak tudható be ez a keményebb, kevésbé játékos? Igen. Ő inkább a erdőben, a vadász területen ott érzi jól magát, elengedve, a gazdától több kilométerre is elmegy és hajtja a vadat. Tehát időnként neki megvív a medvékkel, farkasokkal. Néha megmutatja magát, utána visszamegy, 80-100 kilométereket is képes elmenni egy vadászatalkalmával. Nem egy bölcsőn mellé való szoba, kedvenc, igen. Jó, visszatérünk még rá, de jöjjön a magyar agár, aki Repülj erre, gyönyörű névre hallgat. Na most, láttam többféle filmet, ami az agártenyésztésről szólt, és hát ugye az agarakról általában úgy szoktak beszélni, hogy ez a kutyák versenyautói, tehát a csúcskategóriás versenyautók, Porsche-ek, Ferrari-k az autók világában hasonlítanak rájuk. Ez ugye mindig kétélű dolog így beszélni erről, mert akkor az embert egy kicsit el is távolítja a kutyától, pedig ugyanolyan kutyus, mint az összes többi, attól még, hogy fantasztikus tulajdonságai vannak. Ez így van. Ugye az agár ősidők óta vadászatra van szelektálva nevelve, és ennek a feladatnak teljesen önállóan tesz eleget, tehát nyulat, őzet, rókát, farkast vadásztak vele. A mai napig is ez lenne a legjobb, hogyha ezt tehetné, hiszen ez a funkció az, ami legjobban neki működik, és amit a legjobban tud csinálni. De emellett kiváló családi kutya, nagyon jó gyerekbarát, nálunk a gyerek mellett nőnek föl a kiskutyák, és
tényleg le a kalappal előttük. Szerintem az egyik legjobb családba való kutya. Az agarak világában, tehát így a versenyek világában, azért versenyeztetik is az agarakat ma már, megállják a helyüket a magyar agarak? Tehát mik a tulajdonságaik? A versenyzés szempontjából fajtánként külön vannak a versenyek, tehát ilyeténképpen egy világversenyen vagy egy hazai versenyen külön futnak angol agarak, külön futnak magyar agarak, afgán agarak, tehát minden típus, minden fajta külön fut. Így egymás között nem versenyeznek. Nyilván a világ leggyorsabb agara, amivel semmi nem veszi fel a versenyt, az angol agár. Azt nevezhetjük az autós részre visszatérve az agarak Ferrariának. Ferrariának, igen. Ők inkább rally autókhoz hasonlítanának, mert a terepet lényegesen jobban bírják. Ez nagyon édes volt. De egyébként, ha ránéz valaki, tehát megnézni, hogy milyen válizmai vannak, tehát ő azért testesebb, erősebbnek tűnik, mint a, akár még az afgán agárnál is. Más felépítésűek, ők hosszú távfutásra terepre való kutyák, sokkal inkább jó versenyzési forma számukra a körszing, ahol egy nyulat imitáló cikcakban húzott műnyulat húznak, és bírók szempontok szerint bírálják a versenyt. De ettől függetlenül természetesen pályaversenyen is versenyeznek. De vadászatra használják egyébként a fajtát? Hivatalosan képességvizsgálatot lehet tenni velük. De vadászatra már. Vadászatra sajnos nem. Mi a helyzet a kopóval, a kemény, erdei, magányos Robin Hooddal? Őt használják vadászatra? Igen, igen. Sőt, egyre jobban szeretik a vadászok használni. Több helyre is hívnak. 2-3 napos vadászatokon veszünk részt vele. Mik az ő speciális tulajdonságai? Hát inkább a vaddisznóra, vércsapanyomon nagyon jó, tehát utánkeresésre is nagyon jól lehet használni, és hát a vadat azt fölleli, körbeugatja helyben is, könnyebb megölni is. Ő 2-3 nap, vagy több napig is, hogyha kell, és a nyomában kell lenni a vadnak, igen, ez azért egy elég súlyos elszántságra utal. Bírja, és folyamatosan ugat, ahogy a vad közelében van. Na most őt veszélyesebb vadakkal szemben is lehet használni? Tehát erre predesztinálja őt Régen használtak medvére, meg volt, aki kint volt medvére is vadászni velem. Hát én nem merném az enyémét kivinni medvére, de vaddisznóra nagyon jól használható. Mik az ő tulajdonságai egyébként, tehát vadászaton kívül? Mert azt tudjuk, hogy a vizslákat is, ugye az házi kedvencként is tartják rettenetesen, az agarakat is. Őt? Te erdélykopó is van házi kedvencnek, ami kevésbé nem felel meg a vadászati jellegnek, de képességvizsgán kötelező náluk a tenyésztésnél a vaddisznó kergetés, illetve a disznós kedve a vaddisznó meglelése, ugatása. Mennyire ajánlaná őt például családi kedvencnek? Családi kedvencnek jó. De ha nálam nagyobb kutya van, esetleg akkor képes verekedni. Tehát amúgy nem egy verekedős fajta, tehát nem verekszik, de előfordul. De szereti kijelölni helyét a rangsorban, ez a stúdióban, és azt még nem látták a nézők, azt ő megmutatta, hogy álljon meg a menet. 10 éves azért egy kicsit. Visszatérve a vizslákhoz, ugye csak egy mondattal beszéltünk arról, hogy a drótszőrű és a simaszőrű között az alapvető különbség, hogy tűrőképesebb a drótszőrű. Más egyébként természetében, viselkedésében? Természetében nincsen különbség. Tőlem is szokták kérdezni gyakran, hogy erősebb, keményebb fajta, tehát így agyilag is, de én azt gondolom, ez egyed függő, tehát egyedtől függ, hogy jobban bírja a képzést, vagy éppen finomabb módszereket igényel. Valójában a fajták kialakulása között van a lényeges különbség. A rövidszőrű magyar vizsla egy ősibb típusú fajtának számít, ugye már a honfoglaló magyarok is hoztak magukkal sárga, akkor még nem vizslákat, kopókat, amik vadmegállásra voltak képesek. A drótszőrű magyar vizsla egy fiatal fajta, 1966-ban lett hivatalosan elfogadva önálló fajtaként, a rövidszőrű magyar vizslából és a drótszőrű német vizslából tenyésztették ki. Veszélyességét tekintve, tehát a drótszőrű nem keményebb, mert van egy csomó olyan vadászkutya, amelyiknél meg lehet azt figyelni, hogy általában amelyik drótszőrű, tehát keményebb szőrzetű típusok, igen, fajták, azok azért eléggé, azok morcabbak, keményebbek. Előfordul, tehát erre is csak azt tudom mondani, hogy ez is egyed kérdése.
Rövid szőrűeknél is ugyanúgy vannak karakárán menős kutyák, mint a drótosnál. Ő pedig, Repülyere pedig rettenetesen arisztokratikus. Nekem mindig ezt tűnik fel az agaraknál. Tehát az ember biztos ön, tehát a gazdájával meg a családi környezetben játszik, de valahogy az első megjelenésre is ő ezt az arisztokratikus távolságtartást ezt úgy jelzi a világ felé, hogy nem nagyon vesz mindazokra a dolgokról tudomást, amiről nem kell. Egy magyar agár teljesen másképp viselkedik családban, mint idegenekkel. Tehát általában egy magyar agárkon az egy gazdás, kiválaszt magának egy gazdát, és ő az, akire tisztelettel néz. Természetesen a család és a gyerekek mindig előtérben vannak. De az idegenek nem. Idegenektől védi a területet, védi az embert. Mm. Tehát, és bizalmatlannak is tűnik bizalmatlan, igen. Emellett viszont a tévhiteket eloszlatva egy igazi kanapé-specialista, tehát otthon... Kanapé-specialista. Otthon fekszik az ágyban, vagy fekszik a kanapén, vagy ha kennelben van, fekszik a helyén, nem egy futkosós fajta. Tehát amikor kell, arról van kitenyésztő, amikor kell és dolgozni kell, vadászni kell, vagy versenyezni, akkor hajt, utána pedig pihenés. Köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek. Remélem, kedves nézőinknek kedvet csináltunk a magyar fajtákhoz. Noveczky Katalin, Págány Tamás, Kovács János, köszönöm, hogy itt voltak. És folytatódni fog egyébként a sorozat, holnap is jönnek más, robosztusabb alkatú ős magyar fajták.